Magasztalásodra és dicsőítésedre gyűltünk össze egy újabb alkalommal, atyánk, azért, mert olyan Isten vagy, aki beszél a teremtményeihez, és beszél a teremtményeivel, és meg is hallgatod, amit mi mondunk neked. Ezen a délutánon is fogad kedvesen hozzád való közeledésünket, fogad kedvesen szolgálatainkat, amivel dicsőítni szeretnénk téged, és nyisd meg értelmünket, szívünket, üzeneted befogadására. Amen. Azt a szent igét, amit erre a délutánra irányoztak elő a vezérfonal alkotói, a Zsoltárok könyvében találjuk megírva, a 8. Zsoltárban, az egész 8. Zsoltárt felolvassuk. 9, illetve 10 vers, attól függ, hogy ki milyen fordítást tart a kezében. A 8. Zsoltárban Isten igéjét a következőképpen találjuk. A karmesternek a szőlőtaposok kezdetű ének dallamára. Dávid Zsoltára. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, az égen is megmutattad fenségedet, gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda halandó mondom, hogy törődsz vele, és az ember fia, hogy gondod van rá. Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, minden talába alá vetettél, a juhokat és a marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tengerhalait, amelyek a tengerösvényén járnak. Ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Ámen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, ebben a 8. Zsoltárban Dávid a király ezelőtt 3000 évvel megszólal és megszólítja Istent. Azt az Istent szólítja meg, akit ez a mostani világ, ami kortársaink rettenetes dűvel tagadnak, és szembe mennek mindennel, ami Istentől való, és amit mi Istentől valónak gondolunk. Azt mondja Dávid, hogy a Urunk, mi felséges a te neved. Vajon testvéreim, az, hogy Isten, ez egy olyan fogalom, ami létjogosult? Ugyanis nagyon sokan nem akarják elismerni, hogy létezik Isten. Úgy gondolják, hogy ez egy olyan szó, aminek nincs magja, nincs a leírott betűk mögött semmiféle tartalom, Isten tagadók. Vajon honnan tudott róla erről az Istenről, testvéreim? Dávid. De Dávidot megelőzőleg honnan tudott róla Ádám? Honnan tudott róla Ábrahám? Honnan tudott róla Jákob, Mózes, Dávid, mint ahogy mondtam? Honnan tudtak róla a proféták? Honnan tudott róla István, a király? Vagy honnan tudott róla Pascal, vagy Newton? Vagy honnan tudtak róla azok a tudósok, testvéreim? És meg kicsit lelassítok. Az a vád ér bennünket, hívőket, hogy idióták vagyunk, primitívek, nem tudunk gondolkodni. Richard Dawkins például azt javasolná az Isteni téveszme című könyvében, hogy az iskolából ki kellene tiltani a hitoktatást, hogy ne is tömjük a gyerekeknek a fejét ilyen tartalmatlan zagyvasággal.
Testvéreim, amikor olyan munkákat, olyan párbeszédeket, olyan vitákat, vagy olyan előadásokat olvasunk az interneten, aminek nagyon sok kommentelője van, hát én megmondom őszintén, hogy elrémülök sokszor tőle, hogy olyanok kommentelnek és olyanokat írnak, ami borzasztó tájékozatlanságról tesz bizonyságot. Higgyétek el, hogy sokan vannak körülöttünk, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi van a Bibliában, soha az életükben el nem olvasták, még ismert tudósok közül is lehet hallani a beszédükön és abból, ahogy reagálnak egy-egy kérdésre, hogy fogalmuk sincs, hogy miről szól a Biblia. Azért van, testvéreim, mert lehet valaki dolgozik 30-40 éve, ledolgoz egy egész életet, és az Istennel kapcsolatban ismeretei kimerülnek két vagy három mondatban, az is a tagadás oldalán, és semmi egyebet nem tud. Szinte rémisztő az a tudatlanság, ami az Isten neve, az Isten munkája a Biblia körül kristályosodik ki, mikor ilyesmiket olvasunk. Most visszakanyarodok egy olyan kommentre, amikor azt mondta valaki, mikor Istenről beszéltek, hogy melyik Isten az 5000 közül? Hát az 5000 Isten közül bennünket csak egyetlen egy érdekel, az az Isten érdekel bennünket, és Dávid is arról az Istenről beszél, akit ismert Ádám, Ábrahám, Jákob, Mózes, stb., úgy, ahogy az előbb elsoroltam. És ráadásul ez egy olyan Isten, aki nem hallgat, hanem beszél. A többi 4999, nem tudom mit csinál, nem is érdekel, de nem maradt utánuk semmi. Ez az Isten, akit mi ismerünk, ez beszél. Ez írt egy Bibliát, ez megszólít bennünket, és meg lehet szólítani. Hát figyeljétek, azt mondja, megszólítja az Istent, azt mondja neki Dávid, hogy urunk, mi felséges a te neved. Hát de egyáltalán honnan szedi, hogy Istennek neve van, vagy miért mondja neki, hogy mi felséges a neved? Nem csak, hogy ismeri az Isten nevét, hanem még azt is mondja, hogy felséges a te neved. Onnan tudja, hogy ez az Isten beszél hozzánk, és ezt az Isten meg lehet szólítani, mint ahogy Dávid megszólította, de Dávid előtt sokkal hamarabb megszólította Mózes, és azt kérdezte tőle, hogy mi a te neved? Én, ha oda megyek a néphez, akkor mit mondjak? Azt mondja, Isten ezt felelte Mózesnek. Vagyok, aki vagyok. Majd azt mondta, így szól Izrael fiaihoz. A vagyok küldött engem hozzátok. Testvéreim, mikor mi nevet adunk valaminek, vagy valakinek, akkor azt azért tesszük, hogy megkülönböztessük. Amikor azt mondom, hogy ez egy szegfű, és nem egy rózsa, azt azért teszem, hogy a kettőt különböztessem meg egymástól. És amikor valakinek nem mutatom meg a virágot, csak mondom a virágnak a nevét, akkor annak rögtön megjelenik a szeme előtt a fantáziájában, megjelenik a virág, amiről beszélünk. Miért? Mert hosszú évszázadok óta azok a fogalmak, amiket mi használunk, azok ugyanazt a dolgot takarják. Ha azt mondom valakire, hogy ez egy fiatal, akkor senki nem egy öregre gondol, hanem egy fiatalra. Miért? Mert ez a szó, ez jelent valamit az én fejemben, jelent valamit a ti fejetekben, és ugyanazt jelenti, ezért tudunk beszélgetni. Na, a mostani kornak a tudósai, akik tudósoknak tartják magukat, testvéreim, ez azt a fegyvert használják, hogy egyszerűen meg akarják szüntetni a fogalmakat, hogy a fogalmak ne azt jelentsék, amit régen jelentettek. Na tehát, megszólítom Istent, és megszólította Mózes Istent, és azt kérdezte tőle, hogy mi a te neved? És azt mondja neki Isten, hogy nekem nem kell nevet adj, engem nem kell megkülönböztetni másik, mit tudom én, hány millió Istentől, mert egyedül csak én létezem. Nincs rajtam kívül Isten. Ő mondta, én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Azt mondja Isten, hogy vagyok, aki vagyok, én létezek, és rajtam kívül nincs Isten.
Nekünk a szép magyar nyelvünk, testvéreim, segít. Miért? Azért, mert a vagyok nálunk sok mindent jelent. Mondhatom azt, hogy most itt vagyok, holnap ott vagyok. Azt is mondhatom, hogy holnap után nálad vagyok, és nem azt mondom, hogy leszek, úgy is érted, ha azt mondom, hogy 10 perc múlva ott vagyok, meg 20 perc múlva, meg 2 hét múlva ott vagyok, és itt is itt vagyok, és ott is ott vagyok. A vagyok azt jelenti, hogy mindenütt jelen való, állandóan mindenütt jelen való Isten. Nem kell megkülönböztetni, mindig ott van. Annak idején, amikor olvastuk a meséket, a tündérmeséket, amikor megtaláltak valami, mondjuk az Aladdin lámpája, megdörzsölték, és akkor megjelent a szellem. A másiknak a nevét kellett kimondani, és akkor ott termett az általa Istennek tartott valami. Istennek nem kell nevet adjunk, elég, ha megszólítjuk úgy, ahogy Jézus tanított megszólítani, mi atyánk, és már rögtön kapcsolatban vagyunk vele. Na most, testvéreim, mit tud Dávid? Nézzük csak meg. Azt mondja, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön, és az égen is megmutattad fenségedet. Hát hogyne? Mikor azt mondja, hogy a csillagokat, a holdat és mindent, amit ráhelyeztél az égre. Vagyis Dávid tud valamit Istenről, az ő nevéről, tudja, hogy az Isten nevei közé, az is közé tartozik, hogy ő a teremtő. Amikor különböző természettudósok foglalkoznak a Bibliának a kritizálásával, egy dolgot elfelejtenek. Isten nem azt akarja nekünk elmondani a teremtés történetben, hogy hogyan teremtette a világot, nem helyszíni közvetítést ad a teremtésről, hanem azt akarja elmondani, hogy ő a teremtő, és nincs más. Ő a teremtő. Ő van minden dolgok mögött. Persze vannak, akik azt mondják, hogy nem kell Isten ahhoz, hogy létezzen valami, mert a semmiből is lehet valami, de ti az ilyesmit ne higgyétek el, testvéreim. Akik azt szokták hangoztatni, hogy a semmiből lehet valami, azok átformálták a semminek a nevét, és a semmi is valami, ő szerintük. Úgyhogy csak egy, nem csináltak semmit, csak mint a futballisták, arrább rúgták egy kicsit a labdát. Isten viszont nem ezt csinálja, hanem azt mondja a Bibliának a legelső verse, amit Isten közölt a számunkra, hogy kezdetben Isten teremtette az eget és a földet. Őt nem előzte meg semmi. Ő az örök létező. Annak idején az iskolában, amikor kellett magyarázzam, hogy hogy is van ez, hogy kezdetben Isten teremtette, azt kérdezték, sokszor csodálkozom, testvéreim, olyan nagy tudósok, olyan nemzetközi elismert tekintélyek, azt mondják, hogy de Istent kiteremtette. Hát, nagyon érdekes. Testvéreim, én annak idején a liceumban tanultam egy módszert, úgy hívták annak idején, hogy reductio ad absurdum, a lehetetlenséggel való bizonyítás. Tegyük fel, nem tudjuk el se képzelni, hogy milyen a semmi, nem tudjuk elképzelni, mert mi vagyunk valamik. Hát a semmit csak úgy lehet, a semmit csak úgy lehetne, meg úgy lehet elképzelni, ha van valami. És akkor azt mondom, hogy nincs semmi, akkor az a semmi. Ha minden valami eltűnik. A redukció ad abszurdum egy nagyon egyszerű dolog. Azt jelenti, hogy megpróbálok valamit, és ha lehetetlen, akkor megyek egy más irányba. Ha az is lehetetlen, akkor megyek egy harmadik irányba. Megpróbálok mindenfele menni, és ha nem tudok menni, akkor azt jelenti, hogy még mindig kell keressek valamiféle megoldást. Na hát, ha elképzeljük, testvéreim, el tudjuk képzelni, mert Isten adott nekünk fantáziát. A tudósok szerint nem tudjuk elképzelni, de nem érdekel bennünket, hogy ők mit mondanak. Komoly emberek nem vitáznak azon, hogy a semmi az semmi. A semmiből nem lehet valami. Ezt a latinok is tudták annak idején. Képzeljük el, hogy nincs semmi. Akkor miből lett a valami? Ha abszolút semmi létezett volna, akkor miből lenne a valami? Mert hogy valami van, az biztos. Ha valaki nem hiszi el, hogy van valami, csak rá kell taposni a nagylábújára, az mindjárt rájön, hogy van valami. Na szóval, honnan van a valami, ha volt olyan pillanat, amikor nem volt semmi? Egy azt hiszem, 9. gyerek abban a pillanatban rávágta, amikor feltettem ezt a kérdést.
hogy ha volt olyan, hogy nem volt semmi, akkor honnan lett a valami? Azt mondta, hogy mindig is volt valami, úgy van lelkem. Ha a semmiből lehetetlen, ha semmiből nem lehet valami, akkor azt jelenti, hogy mindig is kellett létezzen valami. És a Biblia azt mondja, hogy az, ami mindig is létezett, az nem a semmi volt, az a valami volt, és nem is valami, hanem valaki. Isten mindig is létezett, ő nem keletkezett, ő mindig volt. Ha valakinek az agya nem képes felfogni, hogy a semmiből nem lehet valami, tehát kellett legyen valami vagy valaki, aki mindent abszolút megelőzött, akinek nem volt születésnapja, aki soha nem született, soha nem keletkezett, hanem örökké létezett. Na ez az Isten szól hozzánk, és erről beszél Dávid, mikor megszólítja, és azt mondja, hogy ó, Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Az égen is megmutattad a fenségedet. A másik divatos megfogalmazás mostanában, akik az Isten létét bizonyítani akarják, azt mondják, hogy, vagy az intelligens tervezés is ilyesmit állít, hogy finoman ez az egész univerzum rá van hangolva arra, hogy az ember létrejöjjön, az embert Isten megteremtse ebben a világban, az ember tudja szaporítani saját magát, hogy megjelenjenek az állatok, hogy megteremtse Isten a biodiverzitást, az állatokat, a növényeket, és azt mondja itt, pont Dávid, pont erről beszél. Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, hogy őt egy kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted a kezed alkotásain, és mindent a lába alá vetettél, a juhokat és a marhákat, mind a mezei vadakat is. Testvéreim, ez a finom hangolás. Az, hogy akárhogy nézem a világot, az ember keze ügyében van az egész teremtettség. Mi ránk van hangolva? Miránk vannak hangolva az állatok, a házi állatok, még a mezei vadakat is. Azt mondja, hogy miránk vannak hangolva, a nagy része a kezünk ügyében van, a zöldségek mind itt vannak a kezünk ügyében, a gyümölcsök itt vannak a kezünk ügyében. Vagyis úgy néz ki, hogy Isten mi miattunk teremtette ezt a bolygót olyannak, amilyennek teremtette, de ezt a bolygót csak oda tudta beleteremteni ebbe a naprendszerbe, ahol most vagyunk, azért, hogy ne fagyjunk meg, meg ne égjünk meg, minden ránk van hangolva, az egész naprendszerünket beleteremtette a tejútrendszerbe, és így tovább mehetnénk tovább, tehát minden rá van hangolva arra, hogy az ember itt legyen ezen a világon, és erre Dávid 3000 évvel ezelőtt, testvéreim, aki nem is volt természettudós, azt mondja, ha látom az eget, a kezed alkotását, a holdat, a csillagokat, az összes állatokat, mindet, amit az ember keze ügyeibe, a növényeket, mindent, amit ide helyeztél, a kicsoda az ember, hogy gondod van rá, hogy így foglalkozol vele. Rájön. Rájön, testvéreim. Azért, mert értelmesen gondolkodik. Azt mondja a 14. Zsoltár, figyeljétek meg, pont erről beszél. Azt gondolja a bolond az ő szívében, hogy nincs Isten, Isten pedig letekint a mennyből, és keresi, hogy van-e értelmes, aki fel tudja fogni ezt az egészet. Pál apostol is azt mondja a római levélben, hogy menthetetlen a hitetlen, mert Isten, ha értelmesen vizsgálom a dolgokat, akkor meglátom, hogy ezeket azért hangolta így össze, amikor az előbb a testvérünk játszott a klaviatúrán, játszott a harmóniumon, vagy a zongorán, vagy teljesen mindegy, hogy milyen hangszeren játszunk, akkor testvéreim, nem kell hozzá olyan nagy értelem, hogy lássam, hogy ezeket a billentyűket, ezeket úgy pakolták össze, hogy az ember tudjon rajta játszani. Hát mit csinált volna most Szabolcs testvérünk, ha az egyik billentyű ott van a sarokban, a másik sarokban, a másik itt a szószék alatt, a harmadik a virágvázában, hát soha nem tudna rajta játszani. Úgy van összepakolva, hogy az ember tudjon rajta játszani. Na hát ez az egész univerzum, ez az egész bolygó úgy van hangolva, hogy az ember tudjon rajta játszani. Úgy van megalkotva, hogy amikor megeszem a murkot, akkor épüljön be a szervezetembe.
Úgy vagyok hangolva, hogy amikor megeszem a főttengerit, az épüljön be a szervezetembe. És úgy vagyok megalkotva, hogy amikor a disznó eszi meg a tengerit, én meg az ő húsát, az is épüljön be a szervezetembe, mert nekem is húsom van, nekem is csontom van, minden rám van hangolva ezen a világon és ebben az univerzumban. És Dávid ezelőtt 3000 évvel testvéreim ezt meglátja. Hogy nem látják meg a mostaniak? Azért testvéreim, mert nem értik, hogy a Biblia nem történelemkönyv. A Biblia nem illemtani kódex. A Biblia nem egy tudományos értekezés. A Biblia nem mag nélküli bölcsesség. A Biblia Isten üzenete az ember számára. És ezt nem lehet kikezdeni. Ebben nem lehet belekötni. Isten beszél az ő teremtményéhez, és a Biblia úgy, ahogy van, Isten üzenete az ember számára. És tudjátok, testvéreim, mikor belekötnek, hogy így se a Biblia, meg így írták, meg átírták, meg kitagadtak, meg el nem írták meg, meg elmásították, meg hazudnak, meg stb. A Bibliában az Isten üzenete az ember fele akkor is benne van. Bakár mit mondanak, akár mit csinálnak, az Isten üzenetét nem tudják megmásítani a Bibliában. Azért, mert nem, az Isten nem ember, hogy ne tudja kitalálni azt, hogy majd valamikor, mikor megérkezik 2022-ben az asszonyvásári testvérekhez, ha fele román lenne a gyülekezetnek, akkor a fele értené a román Bibliát, a másik fele értené a magyar Bibliát, ha angolok lennének itt, azok értenék az angol nyelven a Bibliát, és így tovább. A hottentották az övékét, Isten számolt azzal is, hogy le fogják fordítani a Szentírást. És nem kell minden testvérnő testvér mellé odaüljön egy teológus, hogy sugjon a fülibe, hogy hogy is van ez, mert nem úgy van, ahogy kell. Mindenki eljuthat annyi információra a Biblia lapjairól, hogy üdvözüljön bárki, aki olvassa a Szentírást. Mert az Isten üzenete a Biblia, és nem tudományos szakkönyv, nem történelemkönyv, nem viselkedési, etológiai mű, hanem egyedül a Biblia arra való, hogy Isten üzenete eljusson hozzánk ezeken a lapokon. Na testvéreim, hogy lehet, hogy Dávid értette, a tudósok, a nagy tudósok meg nem értik? Tudjátok, hogy lehet? Úgy, ahogy Pál apostol mondja. Mert bár az Istent megismerték, mindazonáltal nem mint Istent dicsőítették, és neki hálát se adtak, hanem az okoskodásaikban hiába valókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván bolondokká lettek, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyet, aki mindörökké legyen áldott. Az Úr Jézus meg mást mond. Figyeljétek, mit mond ő, hogy miért nem értik sokan a Bibliát. Azt mondja az Úr Jézus. Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédét. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok, mondja a kortársainak, akiknek nem volt fülük arra, hogy meghallják, hogy mit mond Isten. És nem lehet azt mondani, hogy hát Isten miért bujkál itt, miért nem jön ide közénk. Itt volt 2000 évvel ezelőtt az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, aki azt mondta, hogy ha én nem jöttem volna, és az atyám nevében végzett cselekedeteim igazolják, hogy én onnan jöttem. Mert senki nem tudja azokat cselekedni, amit én csinálok. Azt mondja az Úr Jézus, ha nem jöttem volna, és nem beszéltem volna hozzájuk, a Biblia az Isten beszéde, ha nem szóltam volna hozzájuk, nem lenne bűnük. Így viszont, mivel beszéltem velük, és mégis bedugják a fülüket, aki az Istentől van, hallja az Isten beszédét, mondja Jézus. Aki nem az Istentől van, az nem hallja. Se nem hallja, se nem érti. Kifigurázza. Azt figyelem, testvéreim, hogy a mostani magukat tudósoknak tartó tudósok, mindjárt elmondom azt a statisztikát, amit az előbb akartam. Azt figyelem, hogy amikor a tudósok megszólalnak, testvéreim, régen valamikor a papok voltak a tudósok. Most meg a tudósok játsszák a papot, mert hirdetik az istentelenséget. Éppen úgy misszionálják a világot a műveik által, a könyveik által, éppen úgy nem arról beszélnek, nem tényszerűen tárják fel a tudománynak az objektív igazságait, hanem mellé teszik, hogy lám-lám,
milyen zagyvák a hívők, mert hisznek. De nem kellett, mint ahogy Stephen Hawking is mondta, szegény feje, azóta már tudja az igazságot. Mikor Stephen Hawking is, hogy nem kellett Isten a teremtéshez. Nem, Isten, testvéreim, aki Isten ellen beszélt, hogy tudós miért kell Isten ellen beszéljen? Beszélje a saját tudományát, most mondom el azt a statisztikát, nehogy azt gondoljátok, hogy minden tudós ilyen. Aki nem hiszi, járjon utána, mert úgy van, ahogy mondom. Akik fizikai Nobel-díjat kaptak, nem akarják elhinni, hogy így van, pedig így van. Statisztika. Akik fizikai Nobel-díjat kaptak, azoknak a kétharmada istenfélő. Kétharmada istenfélő. Akik kémiából kaptak Nobel-díjat, azoknak meg a háromnegyede. És megetetnek bennünket azzal, hogy a tudomány, a hitnek semmi köze. Testvéreim, a Biblia Isten igéje. Ő megszólít bennünket, őt is meg lehet szólítani. Elmondja nekünk az igazságot mindenről. Aztán a másik dolog meg, amiért nem értik azok, akik nem akarják érteni az Isten igéjét, hallgassátok meg, mit mond az Úr Jézus. Ugye Dávid három évvel ezelőtt azt mondja, hogy hát kicsoda a halandó, Uram, hát mégis ki vagyok én, hogy ezt az egészet látom és értem, és tudom, hogy te ki vagy. Világosság gyúlt az agyamban afelől, hogy ki vagy te. És ha már látlak téged, ennél a világosságnál azt is látom, hogy ki vagyok én. Rám bíztad az élővilágot. Ránk bíztad az állatokat, ránk bíztad a növényeket. Magasabbra rendeltél bennünket, mindent az ember lába alá vetettél. Egyelőre még nincs hatalmunk minden felett, mert elveszítettük azért, mert megzavarodott az agyunk. Azért, mert lepaktáltunk a sátánnal. De amikor Isten megszabadít a gonosztól, akkor visszaadja nekünk azt a hatalmat, amivel rendelkeztünk. Na ezért ócsárogott, állingál a teremtés, a teremtettség jobban mondva, és azt mondja, hogy az egész teremtettség, amit Isten megteremtett nekünk, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. De nem ennek a, nem így, ahogy vagyunk, mert így vinnénk a gonoszságot is, hanem mikor megtisztít az Isten, mikor kiveszi belőlünk a gonoszságnak az utolsó maradványát, utána kirepít bennünket, hogy na, most már töltsétek meg az egész univerzumot élettel, mehettek, mert nincs bennetek az a lázadásnak a nyomorúsága. Azt mondja az Úr Jézus, abban az órában így újongott Jézus a Szentlélek által. Magasztallak, Atyám, mennyei és földura, tehát figyeljük meg, mert következik egyik a másikból. Aki az Istentől van, hallja az Isten beszédét, mondja Jézus. Ti azért nem halljátok, mert nem az Istentől valók vagytok. Azt mondja az Úr Jézus utána. Magasztallak, Atyám, mennyei és földura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeidnek, felfedted a gyermekeknek. A tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja azt, amit ti láttok. Mert mondom nektek, hogy sok proféta és király szerette volna meglátni. Azt mondják testvéreim, akik Isten ellen ágálnak, meg akik tátogatják a szájukat Isten ellen, az hatalma ellen, hogy ha most miért nem jön, most miért nem, miért csak az Ószövetségbe, meg a Jézus korába 2000 éve, miért nem jelenkezik? Azt mondja, hogy az Úr Jézus ismeri ezt a problémát, azt mondja. Tanítványaihoz fordult, és neki külön ezt mondta. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom nektek, sok proféta, király, meg elnök, meg titkár szerette volna látni azt, amit ti látok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg. Dávid meghallotta, még válaszolt is rá. Urunk, mi urunk, milyen felséges a te neved az egész földön. Azt mondja az Úr Jézus, elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Azt mondja Jézus, hogy nekünk, akik értjük az Isten beszédét, azért értjük, mert mi tőle vagyunk, az ő gyermekei vagyunk, az Isten gyermekei. Na ezért mondja nekünk, hogy ti, amikor megszólítjátok, azt mondja Dávid, urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Jézus meg úgy tanít bennünket, hogy amikor ti megszólítjátok a mennyei atyát, akkor azt mondjátok, hogy mi atyánk? Mi atyánk? Dávid is ezt mondta 3000 évvel ezelőtt. Urunk, mi felséges a te neved az egész földön.
Isten fia tanít, ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Azt mondja Dávid. Dávid megszenteli az Isten nevét. Urunk, mi felséges a te neved az egész földön. Szenteltessék meg a te neved, és jöjjön el a te országod. Így tanít bennünket a mi üdvözítő Urunk. Olyan kohézió, olyan pontosság, olyan egyezés van a bibliai igéi között, testvéreim, hogy egyszerűen állok és csodálkozok, hogy azok, akik úgy belemásznak fizikába, kémiába, olyan borzalmas mélységekbe mennek bele, hát hogy nem látják ezeket az egyszerű törvényszerűségeket, hogy a Bibliát nem úgy kell kezelni, mint egy történelemkönyvet. A Biblia nem téved. A Bibliát lehet, hogy nem érted a mit tudom én milyen részeket, a körítéseket, itt-ott lehet, hogy nem érted, de az Isten üzenete, amit üzen a mindenkori embernek, az töretlenül, hamisítatlanul, megváltozhatatlanul benne van, legyen áldott érte a mindenható Isten neve. És azért is, hogy beszélhetünk róla még egyelőre, testvéreim, békességben. Amikor provokálnak bennünket, és a hitünkről kell bizonyságot tenni, akkor nyugodtan mondhatjuk, az Isten, aki a Bibliában beszél hozzánk, bennünket meggyőzött mindenről, ami az üdvösségünkre való. Amen. Édesatyám, tiéd az ég és a föld. Yeah.
Köszönjük áldott Úr Jézus, hogy Te itt jártatkor örvendeztél a mennyei Atya előtt, hogy azok a gyermekek, akik a Tieid és az Atyáé, azok mindig érteni fogják, amikor szólsz hozzájuk. Köszönjük áldott Istenünk, hogy megfelelő információt bocsátasz minden időben a Tieid számára ahhoz, hogy higgyenek és üdvözüljenek. Magasztalunk azért, mert van folytatása az életünknek, és ez nálad van, Urunk, és Te azért jöttél a megismerhetetlenségből ide közénk, hogy mi lássunk Téged, mi hallgassunk Téged, mi bízzunk benned, és vonatkoztassuk magunkra azt a különleges áldozatot, amit hoztál érettünk, amikor életed adtad, azért, hogy ne vesszünk el, hanem örök életünk legyen. Istenünk, felséges a Te neved az egész földön, mindazoknak szívében és füleiben, akik ismernek Téged, és hallják a rólad szóló evangéliumot. Amen. Az Úr köze. Valami bodorságot olvastam, hogy erőltetik az istentelenségnek, hogy az ember azt hámozza ki a dolgoknak az összefüggéséből, amit ők szeretnének, hogy egyik-másik tudós úgy csinál, mint az a költő, aki nem találta meg a rímet, aztán erőltette, azt mondta, hogy megy a haja irány éjszak, örülnek a tenger éjszak. De gyere, fiam, gyorsan, Pável, világíts a zseblán, Pável! Erőteti lehet, de nem pászol. Mint a Dubjának, annak se pászol. Azok meg se pászol semmi. Ugye, annak idején, amikor Lót szembe ment az egész Sodomával, meg Gomorával, azok azt mondták, hogy mit te akarsz, hogy nekünk törvényt tartani. Na, aztán kaptak törvényt.